Sziasztok! Yes, nagyon kedvesek vagytok, és nagyon szépen köszönöm. Tényleg rengetegen lájkoljátok, meg rengetegen küldtök ilyen szívecskét, meg egyebeket állítólag a YouTube-nak az algoritmusa, hogyha sok a komment, akkor jobban terjesztés. Egészen elképesztő volt, mert én hagyom, hogy kommenteljetek, tehát nagyon sokan nem hagyják. Még azt sem várom, hogyha időnként valaki kötekedik, hogyha ez tisztességesen teszi, akkor még válaszolni szoktam. Ahogy mondtam, nagyon érdekes a számomra, hogy akik igazán kötekednek, azok valamiért mindig fiúk, tehát, vagy férfiak. De nem tudom, tényleg valaki belém kötött, hogy nem is akkor van advent, mint hogyha nem lett volna teljesen mindegy konkrétan advent hányadik vasárnapja lesz, vagy van, az időszak az advent, a csodavárás időszaka, és ez a nyilas, teli holdal valahol beindult, hiszen tényleg nézetek körül, már mindenki rakja ki ezeket a fényeket. Tehát itt ez egy szimbólum volt. Mi történt? Belém kötött, hogy nem is akkor nézem utána, hogy mikor van. Jó, hát basszus. Ezekkel nem tudok mit kezdeni, tényleg nem tudok. Az a fajta pótcselekvés, ami a fotel, Kényelméből és biztonságából beleköt valakibe, arszalanul névtelenül nagyon sokszor, bár ez nem volt és névtelen, de nagyon sokszor ilyen avatárral, és mit tudom valami fura névvel, és akkor nagyon bátornak érzi magát, hát lelke rajta. Oké. Okay. Na, viszont sok dolgunk van, ugyanis, december másodikán a nap egy vonalba kerül egy nagyon fontos csillag, amiről volt már szó, talán legalábbis nagyon remélem, hogy volt szó, ez az Antares. Ugye ö, azt hiszem pár videóval, 8-10 videóval ezelőtt valami más is ott volt, mert nem emlékszem, hogy micsoda, most talán pont a Merkur, igen, tényleg a Merkur volt ott. És akkor megemlítettem, hogy mit jelent az Antares, de most elhatároztam, hogy meg, bemutatom nektek ö, pontosabban is. Jelenleg az Antares csillaga, egyébként a skorpiónak a szíve, majd rögtön megmutatom, ö, nyilas 10 fok 05 ön található, Ö, ugye még egyszer mondjuk el, nem elég egyszer vagy kétszer elmondani, sokszor kell hallanatok, hogy az a csillagok azért álló csillagok, mert állni látszanak az égbolton, nem mennek sehova, 72 év alatt tesznek meg egyetlen fokot, csak összehasonlításképpen a nap egy nap alatt tesz meg az ódiákoson, tehát az állatövön, állatövi pozícióból egyetlen egy fokot. Ha elosztod a, a ö, 72 évet, ugye az egy fok, pont fordítva kell osztani, tehát az egy fokot kell osztani 72-ben, akkor valami 50, 52 év másodpercet kapsz évente. Tehát nagyon-nagyon keveset mennek. Tehát ezek elég jól megbízhatóan megtanulhatók. A fontosabb csillagoknak érdemes a pozícióját fejből tudnod, de legalább nagyjából most 9 fok, vagy 10 fok, vagy 2 fok, vagy 3 fok, mert 10-20 évig szinte semmit nem változnak. Tehát, hogyha van egy olyan én, én általában 40 csillagot szoktam megtanítani az alapképzésen, és ez a 40 csillag, ez tényleg átlátható, bemagolható, állandóan előjönnek nagyon fontos csillagok, köztük az Antares az egyik leges legfontosabb és ugye a, azért fontos, ugye mondjuk ezt is el, mert egyrészt Perzsia egyik királycsillaga, és, az é, és a tejút egyik oszlopa is, mert rögtön bemutatom ezeket, bár aztán ezekről is volt már régen videóm, tényleg már néha ismétlen magam, ne haragudjatok. Na de nézzük a téridő időpillanatot, mikor ér el a nap egészen pontosan 10 fok re december 2-án 14 óra 14 perckor a budapesti idő szerint, és csak egy picit pillantunk rá erre a képletre, mert nem szeretnék most itt nagyon képletet elemezni, mert nem az a lényeg, de érdekes, hogy ezen a téridő pillanaton a Jupiter éppen, arra a, egyébként a Bikában hátráló Jupiter éppen rákerül az aszcendense, tehát emelkedik a Jupiter, emelkedik a szerencse, emelkedik a, az optimizmus, hát ez, ez, mi, hogyha ez nem az adventnek a szimbóluma valamilyen szempontból, és a palaszaténé, ugye az okos lány pedig a descendensen van, mint hogy azt suga Lenná, hogy gyerekek, abba kéne hagyni a háborúskodást, nem a mi háborunk, nem a mi dolgunk. Nézzétek meg, hogy oly a két legfontosabb háború, ami most történik, két-két testvér nép van egymásnak vezetve. És nem hallottam semmiféle vízhangját annak, hogy Boris Johnson, ugye, mint kiderült, ő volt az, aki, aki megtiltotta a az tulajdonképpen megparancsolta neki, egy folytassa a háborút, és majd őt beperelik, vagy elviszik Nürnbergbe háborús bűnösként, és a többit, aki fegyverezi ezeket a vadállatokat, nem értem, de mindegy. De tényleg, tényleg ez van, tehát ezek megint évszázadokra meggyűlölik egymást, és akkor remek lesz, mert akkor lehet gyilkolászni megint jól sok nemzedéken keresztül. Bravo! Tehát csak gratulálni tudok. És a Pallasz Aténé a Deszterdensen azt mutatja, hogy, hogy tényleg bölcsességgel lehetne ezt megoldani. Mi a probléma? Az, hogy a skorpióban a bölcsesség istennője, Atén védelmezője, a védelmező háborúknak és a védekezésnek, a stratégiai védekezésnek a szimbóluma. Sajnos nem érzi magát túl jól, ráadásul a skorpió, mint tudjuk, a nagyon-nagyon mély és rettenetes érzelmeket is birtokolja. Tehát azt szoktam mondani, hogy a három vízjegy közül a rákban tanuljuk, ismerkedünk még csak az érzelmekkel, a skorpió, a nyakig benne vagyunk, és az érzelmek teljes skáláját megtapasztaljuk, és a halakban szeretnénk mindezeket elengedni, ugye kiengedni a gőzt, de a skorpió, ugye a jég szimbóluma, oda befagynak az érzelmek, és hát bizony a palaszaténi ezeket a befagyott érzelmeket kéne, hát, hogy felszabadítsa, hát sok sikert hozzá, majd küldjetek egy, egy képes lapot, hogyha ez megtörténik, szoktam mondani. Tehát ez a két ö, érdekes állás van, a budapesti képletben. Nem tudom, meg fogok fulladni valamiért. Aha. És akkor elkészítettem nektek egyrészt a planetárium képet, másrészt ugye ez a rajz, amit a Constellations of Worlds honlapról szedek le időnként, egy nagyon szép rajzok, ugye ez a William Tyler Olszat csinált egy csomó rajzot, és akkor itt lehet látni a skorpiónak az összes csillagát, és látható, ugye, hogy ez az Antares, a skorpió szíve, és még a Graffiasz lesz egy érdekes csillag, hogyha időnként előjön, akkor majd beszélek róla, mert ez, ugye ez az, ami összeköti a testet a farokkal. Illetve a skorpió teste fölött ott van két nebula, ugye a nebula az azt jelenti, hogy csillagköd, az akuleusz és az Akumen. És nagyon érdekesek, nagyon közel vannak egymáshoz, az egyik ráadásul nagyon közel van, a galaxis közepének a fokához. A, most nem tudom megmondani, hogy melyik teljesen mindegy, mert az akuleusz az erőközpontja, az akumen pedig a gyengeség központja, tehát meg lehet tanulni erőből és gyengeségből is nyerni, ezt sugalja a két nebula, ami egyébként úgy van általában, tehát általában úgy ábrázolják, mint hogyha a skorpió fullánkjából fellövelő bíreg. Tehát ez, ez is elég ez izgalmas. Tehát itt az Antares lehet látni, és ugye a planetárium képen pedig nyomon követhető, hogy ez egy viszonylag déli csillag, mert ugye az egész skorpió csillagkép délen van tulajdonképpen, ugye az állatöv azért felde, fölöttünk, mert a tengei ferde, a föld tengelye felde, tehát ez egy látszólagos dolog, de tulajdonképpen itt, ugye ezen a vonalon megy a nap, ez a ekliptika, és itt van a szégi egyenlítő, tehát most éppen délen járnak az szégi testek a nappal együtt, tehát lehet látni, hogy a nap maga kijelöli az ekliptikát, és ez egy pár fokkal, ilyen, talán azt hiszem négy vagy négy és fél fokkal van alatt a deklinációban. De tulajdonképpen, amikor azt mondjuk, hogy egy vonalba kerül, hát így kerül egy vonalba, igazából, mivel ez egy állatövi illakép, mondhatnánk is azt is, hogy együtt áll. Mert nem akkora a távolság. Na, hogy mennyire közel van az Antares a tejúthoz. Egyáltalán, ugye itt van a skorpió, ezek a skorpió csillagjai. Ezen a felvételén ez a nagyon fényes dolog, ez a Jupiter egyébként, csak ha hát nem volt kedvem odaírni, ugye ez a názának valamilyen felvétele. És itt kavarog a tejút, lehet látni, és tulajdonképpen a tejútnak a külsején található maga a, 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 a skorpió, tehát ez ugye, és lejutnak a belső, tehát ez önmagában az a lényege, hogy az Antares éppen ezért egy olyan útkereszteződésnél áll, amely az Istenek és az emberek ösvényeinek a találkozó helye. Mert az állatöv maga, tehát maga az epitika, ugye a nap útja, az a hős útja, amit be kell járni, tehát egy emberi ösvény, a tejút pedig a minden, tehát tényleg minden nép mitológiájában az Istenek ösvénye. Tehát ahol az emberi és az isteni tud találkozni, ez az antares Nem véletlen, hogy ennyire fontos szerepet töltött be, rengeteg mitológia kapcsolódik hozzá. És akkor itt vannak a perzsa királycsillagok, nézzétek meg, tulajdonképpen a tavasz, nyár, ősztél, tehát a négy alkalatos fordulóponthoz kapcsolódik. Fokilag nem, mert ezek olyan kilenc, meg nagyjából valami két-három fok. Ugye a Regulus az, az most éppen nulla fokon van már a szűzben, de az elmúlt 2200 évben az oroszlánban járt. A Fómaha-ot az halak három fokon van, az Aldebarán az bika tíz fokon, és az Antares is, ahogy láttuk, nyilas tíz fokon. De tulajdonképpen kijelöli azt a négy pontját az évkörnek, amikor fordulat következhet be, ugyanis ugye az Aldevaranthoz a, a, tavasz, a tavasz kötjük, és ez a kelet őre, egyébként ő, is kötnek hozzá, majd rögtön erről is mesélek valamennyit, nem sokat, mert nem értek az arkangyalokhoz, de volt szerencsém Judy Holtól végigcsinálni az ő arkangyal tanfolyamát, nagyon érdekes volt, nagyon teljesen más látásmóddal nézett ő rá, és aztán majd elmondom, hogy mi magyarok hogyan tekintünk ugye ezekre, ö, és én szerintem itt meg vannak cserélve a dolgok, na mindegy, tehát nézzük. Tehát itt van ugye az Antares, a nyugat őrzője, és ö, a, ugye a skorpió alfája, a Regulus, ami az oroszlán alfája, és a délőre, az Aldebarán a keletőre, és egyébként ö, az, a bikának a, a szeme vagy a szarvartól függ, tehát az alfája mindenképpen, és a fómáhaut, ami a legmagányosabb csillag, így szokták hívni, az pedig ugye a déli hal, a vízöntő csillagai, alatt helyezkedik ez el, ez valamikor egy konstelláció volt a vízöntővel, tehát az urnát tartó ifjú, ahogy önti az életvizét kifelé, és akkor az életvizének az aljában ott van egy halacska, és annak az alfája tulajdonképpen ez mondom, annak idején egy csillagkép volt, és ez egy nagyon magányos terület, tehát ahol a formáhat áll, ott nem nagyon van csillag érdekes módon, ezért az égbolt legmagányosabb csillagának is szokták nevezni. Ha nézzük a neveket, mert nagyon érdekes ez is, hogy milyen arkangyal kötődik hozzá. Tehát az Antáleshez köti Urielt, az Aldebaranhoz Mihályt, komolyan nem is értem, a, a Fómahauthoz vagy Gábort, és Regulushoz pedig Rafael. Azzal kezdem, hogy se Rafael, se Uriel nem tartozik a magyar mitológiába, tehát akár hagyhatnánk is őket békén. A magyar mitológia az két, két arkangyal kapcsolódik nagyon erőteljesen, ugye Gábor és Mihály. Gábor a tavasz, Mihály pedig az ősz szimbóluma. Gábor ugye elindítja a dolgokat, beindítja a dolgokat, és ö, ö, Mihálynak pedig körülbelül az a szerepe, ugye, a kardjával, hogy megszabadítsa a dolgoktól a, az emberiséget, ami már nem működik. Tehát nem igazán értem, hogy miért így kapcsolták őket hozzá. Szerintem ez megint csak egy tévedés, de mindegy, ez a hagyomány meg, megosztottam veletek. És mondom, Uriel és Rafael hagyománya egyáltalán nem szerepel a magyar magyarság mitológiai kincsében. És akkor itt is köszönetet mondok Pálmai Évának, aki nem válaszolt valamire az e-mailemre, pedig direkt még egyszer engedélyt kértem rá, ő készítette el ezeket a planetárium rajzokat a tejút négy pilléréről, tehát eleve ugye így néz ki a tejút, tehát ezt lehet abszolút érzékelni, hogy, hogy, mik azok a, az állatövi csillagképek, és mik a tejúti csillagképek, tehát itt, és itt ugye kapcsolódik a kettő egymáshoz, és akkor nézzük meg ezt a négy oszlopot, és e ezek egész pontosan valóban a tejútat tartják érdekes módon, csak ugye lehet látni, hogy a tejúthoz nem igazán kapcsolunk égtájakat, mert ez egy ilyen szabálytalan csillagfolyam. Ugye a spirálgalaxisnak egyrészt a közepét látjuk, másrészt pedig az elvékonyodó karját. Méghozzá télen látjuk az elvékonyodó karját, és nyáron látjuk a közepét, mert nyáron látjuk az őszi, téli, korai, tavaszi csillagképeket, azok akkor vannak föl az égen, hiszen ahol, ahol a napi jár, az elhomályosodik, ez, innen származik az ekliptika szavunk, és télen pedig ugye a spirálkarnak a keskeny, elkeskenyedő oldal, vagy hegyét látjuk tulajdonképpen, és télen látjuk a nyári csillagképeket benne. Tehát így néz ki, hogy Sirius, ugye az a nagykutya alfája, ez, egy, ugye ez az első pillér, aztán Kapella, ugye a fogadhajtó alfája, ezek nagyon fényes ilyen, ilyen, vagy mínuszos, vagy nullás csillagok. Ő a második pillér, Vega, ugye az, a Lantnak az alfája, az a harmadik, és Antares pedig a negyedik pillér. Tehát az Antares, ahogy látjátok, Egyrészt egy perzsa királycsillag, azt elfelejtettem oda, de van erről videóm, úgyhogy megnézhetitek, hogy ezek mind sikert és szerencsét hoznak különböző féle formában, de mindegyiknek van egy olyan nevezésze, amit el kell kerülnie, hogyha valakinek prominens, mert akkor akkor tud igazából jól megnyilvánulni. De van róla videóm, úgyhogy rákereshetek rá, hogy azt hiszem perzsa királycsillagaival, hogy így van. Régen legalább egy éve, inkább másfél évet csináltam és a tejút egyik pillére is. Tehát ahogy mondtam, ez az egyik olyan csillag, ahol találkozik az isteni és az emberi ösvény. És akkor itt van Pálma Évának a másik rajza, és akkor nagyon szépen lehet követni, hogy miért uralja tulajdonképpen a, ez a négy csillag, a, a, tulajdonképpen, az, a, mint hogyha tejutat tartanák, tehát a pillér vagy oszlop, ez úgy kell elképzelni, hogy egy egy, egy házban, vagy egy, egy bármilyen ö, ö, építményben a pillér, az egy tartó tehát ezek a tartó oszlopoknak képzelték el annak idején a, a régiek, tehát ö, Mire használhatjuk fel ezt a napot, tehát mi az, amikor ugye a nap egy vonalba kerül, vagy együtt áll az Antares-szel? Ahogy láttátok, ez egy nagyon erős csillag. Ha a Perszia a király csillagainak a leírásából akarok meríteni, akkor azt lehet róla elmondani, hogy sikert és szerencsét hoz mindenfajta mágikus, misztikus minőségek által, és nagyon kell vigyázni, hogy nehogy átlépjük a fekete mágiába vezető sötétes fényt, mert uh, megint nagyon költői voltam, ugyanis nagyon könnyű a sötét oldalnak veszik bennünket, ez baromira fontos, mert ártani sokkal könnyebb, mint áldást és szeretetet adni, sokkal nagyobb energia kell hozzá, tehát Annyira, annyiszor veszem észre saját magamon, és hogy hányszor mondunk ki átkokat, ilyen dögölj meg, meg mit tudom én, meg fordulj föl, meg törjön ki a lábad. És igazából nem kéne, mert, hogy mondjam, az a baj, hogyha nagyon dühösek vagyunk, és nagyon nagy erőnk van, és nagy erővel mondjuk, így, akkor bizony meg fog történni. Tehát ez ennyire egyszerű. De ugyanekkor a erőt kéne mozgósítanunk ahhoz, hogy valami jót vagy szépet csináljunk, és hát ez az, ami nem igazán megy, mert hát ilyenek vagyunk, így vagyunk bekötve. Viszont december másodikán egész nap, de már igazából december elsőjéntől harmadikáig nyílik ez az ajtó, hogy értsétek, egy-egy fokot adunk, a fényesebb csillagoknak egy picit még növelem is, tehát nem tévedhetsz, nem, nem hogy mondjam, nem kerülhetsz nehéz helyzetbe, hogyha elsőjén, másodikán vagy harmadikán készítesz valami fajta varázslatot, ahol te azokat az erőket akarod lecsatornázni, amelyek segítségedre lesznek ebben az adventi időszakban, a csodavárás időszakában. És ahogy mondtam, az, az Antares tényleg egy nagyon fontos csillag, tehát szinte az egyik legerőteljesebb csillag, aminek az energia lecsatornázását most éppen a napunk végzi. A nap, ami mindannyiunkra süt, ott van a számunkra, és mindenki úgy érzi, ezt valamelyik TikTokos videóban mondtam el, hogy az a döbbenetes a nappal kapcsolatban, hogy azt hiszed, hogy a tiéd, tehát egy nap vagy egy naplementekor, hogy annyira személyes, hogy hiába tudod, hogy 8 milliárd emberre süt le, meg az egész naprendszert igazgatja, és mégis abszolút személyes kapcsolatot tud lenni a nappal. Na most ez a személyes kapcsolat teszi a lehetővé azt, hogy az Antaresnek az energiáját magadba fogad, és legyen a segítségedre. És ne, kérlek szépen, ne kérdezzetek rá, hogy hogy kell varázsolni, mert a hétköznapi mágia a világ legegyszerűbb dolga, ráhangolódsz, utasítod az univerzum erőit, és megcsinálod, és hiszel benne. Ez a legfontosabb összetevő a mágiánál mindig az, hogy higgyél benne, és a teljes szívedből csináld meg, és persze lehetőleg ne kelljen neked, hogy mondjam, letérni az utadról. Ennyi. Sziasztok!